A Mikulás várta azokat a gyerekeket, akik ellátogattak a Herosz székesfehérvári állatotthonába. A kicsik azért érkeztek, hogy a menhelyen élő állatoknak karácsonyfát állítsanak. Az ünnepség kezdetén ez a csengő szó emlékeztetett arra, hogy a szeretni tudás képessége nem csupán az emberek kiváltsága, hanem az állatoké is. Az ország 6 különböző menhelyén egyszerre csengettek azért, hogy erre felhívják a figyelmet. Az állatok karácsonyát már 5. éve tartják meg minden évben a Herosznál. Krebs Gyöngyi telepvezető azt mondja, az akcióval azt üzenik az embereknek, hogy az állatoknak is szükségük van a segítségre, ezért aki tud és akar is segíteni, annak az adományára feltétlenül számítanak. Amikor nyitva vagyunk minden nap 2 és fél 5 között, akkor aki tud nekünk bármilyen adományt adni, amire szükségünk van, szárasztáp, akár kutyának, macskának, kölyöknek, felnőttnek, különböző edények, ami ugye az itatásra, etetésre szolgál, akár ilyen nagy ládák, mert a nagy kennelekben ugye több állat van, ott nagy ládát használunk itatónak, nagyon jól tudjuk használni a forgácsot, speciális eledeleket mondjuk rákcsálóknak. Dr. Berei Attila elnök szerint sok ember továbbra sem gondolja át felelősségének a súlyát, amikor magához vesz egy állatot. A Herosz célja, hogy ennek fontosságát megtanítsa a gyerekeknek, akik szüleiken keresztül a felnőtt társadalomnak is mintát mutathatnak. Az ifjúság, a gyerekek sokkal fogékonyabbak általában az állatvédelem iránt, és ők talán, ahogy felnőnek, sokkal nagyobb felelősséggel fognak gondoskodni az állatokról, és meggyőzik remélhetőleg, és ez is egyik célja, szülőket, nagyszülőket, hogy csak felelősséggel vállaljanak állatot úgy, hogy ha azokat garantáltan életek végéig megfelelő módon tudják gondozni. A gyerekek a menhely udvarán álló fenyőfát nagy lelkesedéssel díszítették fel az állatoknak, emellé szerencsére ajándékként egy kis teherautónyi élelem is érkezett.